Mielőtt elkezdjük ezt a videót, annyit szeretnék bemutatni, hogy azok a dolgok, amik körülöttünk történnek, nem kellene, hogy meglepetésként vagy újdonságként érjenek minket. Amennyiben szorgalmasan és alázattal tanulmányozzuk az írásokat, akkor ezeket a dolgokat meg tudjuk fejteni, és láthatjuk azt, hogy mindazok az események, amelyek a szemünk előtt zajlanak évezredek óta, tudva levőek azok számára, akik olvassák ezeket a proféciákat. Nem csak, hogy olvassák, de értik is azokat. Daniel a 7. fejezetben így ír. Így szól: a negyedik állat, a negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A négy állat, melyről beszél Daniel, az ugye négy birodalom. A babiloniai birodalom, a méd-perzsa birodalom, a görög birodalom, illetve ez a negyedik állat pedig nem más, mint a római birodalom. Ez az, amely az egész földet uralma alá hajtotta. Ezért írja le úgy, hogy az egész földet megeszi, és szétzúzza, eltapodja azt, ahogyan a rómaiak leigázták az egész világot. Ebből az országból, a római birodalomból 10 király támad, és más támad utánok, azaz ez egy újabb király, és az különb lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. Arról ugye megoszlanak a vélemények, hogy mi ez a 10 király, ami a római birodalomból támad. Abban nem mennék bele, hogy mi ez a 10 király, ki az a más, aki támad, és ki az a 3 király, akit megaláz, mert egyrészt nem vagyok benne biztos, másrészt az egy hosszabb tanulmány lenne. Ami érdekes az az, ami a 25-ös versben van írva, és az így szól, és sokat szól a felséges ellen, ez ugye a teremtő lesz, és a magasságos szenteit megrontja, szentek, akik úgy élnek, ahogyan azt a Tora előírja az instrukciók, vagy az útmutatás, és véli, azaz azt gondolja, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Nem lennék meglepve, hogyha ez a más, ami támad utánuk, amelyik különb lesz, mint az előbbiek, ez a pápaság lenne, illetve a Vatikán, hiszen ez egy különb birodalom, ami a római birodalomból emelkedik ki, ugye a történelem során. Ő az, aki megváltoztatja az időket, és megváltoztatja a törvényt. Nyilván a törvény a Toráról szól, az időket megváltoztatja. Látni fogjuk ugye a naptárok segítségével a törvényt, pedig ugye tudjuk, hogy a katolikus egyház megtartja magának a jogot, hogy változtassa a törvényt, mint ugye a másiák a megváltónak a földi képviselője, és ennek a jognak a továbbvívője a történelem során. Legalábbis ez az, amit ők állítanak magukról. Ők azok, akik az időket és a törvényt meg akarják változtatni, a hatalom pedig az ő kezükbe adatik, hogy mennyi ideig, azt is megtudhatjuk. Ez egy időig, időkig és fél időig, azaz egy évig, mint egy idő, 2 évig, mint idők, és egy fél év, mint fél időig. Azaz 3,5 év, ami 42 hónap, 1260 nap, ami szintén egy másik tanulmány lenne, hogy megnézzük azt, hogy hogyan is jelenik meg ez az írásokban, de aki ismeri őket, az tudja, hogy Jelenések könyvében szintén előkerül az 1260 nap, mind a két tanúbizonyság, mind pedig a nagy nyomorúság esetében. Úgyhogy ez egyáltalán nem egy lineáris vagy egy egyszeri profécia, hanem sokkal inkább egy visszatérő profécia, hiszen ha belegondolunk, a római birodalom után lehetséges az is, hogy a 10 király reprezentálja mondjuk az Európai Uniót, és aki támad más utánuk, az reprezentálja majd az úgynevezett antimessiákot, vagyis az új világrend, vagyis a globális, idézőjebb téve globális kormánynak a vezetőjét, és aki ugye szintén meg fogja változtatni az időket és a törvényt a nem túl távoli jövőben. Szóval ezért mondom, hogy ez egy bonyolultabb történet. Ami érdekes az az, hogy az, hogy az időket és a törvényt megváltoztatják, az nem egy újdonság azok számára, akik olvassák az írásokat.
Akik megnézték az első részt, illetve az előző részét ennek a sorozatnak, akkor azok tudják, hogy a naptár és az ünnepek igenis fontosak az örökkévaló számára. Olyannyira fontosak, hogy ez egy jel közte és azok között, akik követik őt és járják az ő útját. Láthattuk azt, hogy a jelenleg használt úgynevezett zsidó naptár az gyakorlatilag az egykori babiloniai naptárnak a továbbélése napjainkban, és nem lehetséges, hogy az az eredeti naptár, amit a teremtő megalkotott a teremtéskor. Ebben a részben tovább fogjuk folytatni, és megvizsgálunk egy másik naptárt, ami szintén nem lehet az a naptár, és ez pedig az, amit a nyugati fejlett világban mindenhol elfogadnak, és ami szerint az életünk zajlik, ez pedig a Gregorián naptár. A képen a naptár névadóját láthatjátok, ez pedig 13. Gergely pápa, innen a naptár neve ugye Gregórián vagy Gergely naptár. Először vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit megtudunk magáról, a személyről, aztán pedig meg fogjuk nézni a naptárt. Nem fogunk sokat időzni, azonban mégis nézzük meg, hogy a Wikipedia mit ír 13. Gergely pápáról. 13. Gergely pápa eredeti nevén Ugo Boncompagni, Bolonyában született 1502-ben, és 1585-ben halt meg, és a 226. római pápa volt. 1572-től kezdte meg munkásságát, mint pápa, és egészen haláláig töltötte be ezt a funkciót, és a legnagyobb művelet, amit az ő nevéhez kapcsolhatunk, az az, hogy a protestantizmusnak az egyik áldáz ellensége volt. És bár több ország, köztük Anglia és Franciaország ellen is háborúkat provokált és indított, a legfontosabb feladata mégis az volt, amire mi fókuszálni fogunk, ez pedig a Gregorián naptár világhírűvé tétele. Hogy egy keresztény miért választana egy aranyszínű sárkányt, egy piros pajzson, mint a címerének az egyik eleme, az egy rejtély, de nyilván mindenki, aki ismeri a vallásokat, különösen a katolikus egyházat, pontosan tudja, hogy miről szól ez az egész. Csak néhány érdekességet a pályafutásából. Ugye 1502-ben Bolonyában született, 30-ban végzett jogi iskolán, és később doktori címet kánon és civil jogban egyaránt itt szerzett Bolonyában. Valószínűleg tehetős családból származott, és az egyetemen folytatta, illetve kezdte meg munkásságát. A Bolonyai Egyetem az néhány évig. Azonban ez a kitűnő jogi tudás és az egyházi törvényekben való jártasság Ugo fiatalságában egyáltalán nem jelentett korlátot a féktelen, kissé kicsapongó életnek. Most vagy féktelen, vagy kissé kicsapongó. Bolonyában elcsábított egy özvegy nőt, akitől gyermeke is született. Ez az életstílus nem maradt távol tőle akkor sem, amikor 1539-ben Rómába utazott és az egyház alkalmazásába került. Úgyhogy ilyen életstílussal és viselkedések került ő az egyház alkalmazásába, ami ugye tovább folytatódott, hiszen nem maradt el távol tőle, erről beszélnek. Olvashatjuk a felemelkedését. Az érdekesség még az, hogy 1564-ben Spanyolországba került, hogy egy toledói érsek ügyét vizsgálja, akit az inkvizíció eretnekséggel vádolt. Ez az időszak mély benyomást tett Ugóra, és sok spanyol főpappal, és ezen kívül második Fülöppel is szoros barátságot kötött, ezek pedig nagyban befolyásolták a későbbi külpolitikáját. Mindezek után érdekes, amit itt írnak róla, mégpedig az, hogy amikor meghalt 5. Pius pápa, akkor a pápa választásról készült korabeli beszámolók alapján a bíborosok meg voltak győződve, hogy Ugo a legkiválóbb jellemmel rendelkezik erre a pozícióra. Mind tudása, mind jelleme megfelel annak, amit a kor reform eszméi diktálta. Az érdekesség az, ahogy tovább folytatod, hogy Ugo korán sem volt nevezhető szent életű, erkölcsös embernek, ezért valószínűleg más is állhatott a gyors választás hátterében. És nem nehéz rájönni, hogy minden bizonnyal a spanyol uralkodó is fontos szerepet játszott Ugo trónra emelkedésében. Láthatjuk azt, hogy jó öreg 13. Gergely
pontosan beilleszkedik a katolikus egyházba, nagyszerűen képviseli azt az erkölcstelen és pogány életformát, amit ők hirdetnek évezredek óta. Aztán így folytatódik a bejegyzés, a viszonylag züllött előéletű Gergely pápa minden jel szerint átérezte a pápai hivatal felelősségét, és sok elődjét meghazudtoló könnyedséggel mondott búcsút a duha éveknek. Azaz ez egyáltalán nem volt újdonságos, sőt, az elődei még ennél is rosszabbak voltak, és folytatták azt, mikor pápák lettek. De az a borzasztó, hogy az emberek többsége nem néz utána a dolgoknak, és nincsen fogalma arról, hogy mi is az, ami a katolikus egyházban zajlik, és mi is az, amiről ez az egész tulajdonképpen szól. Az egyik első intézkedése az volt, hogy nyomatékosította az egyházi tulajdon elidegenítésének tilalmát, és megtiltotta a klérusnak, ugye a papságnak, hogy elhagyják az egyház megyéiket tartósan. Ezen kívül rendkívül okosan rendezte át a kúria hatalmi összeköttetéseit, és centralizálta az egész rendszer, tulajdonképpen mindig az övé volt az utolsó szó, szépen lassan a kardinálisok és a bíborosoknak a hatalma meggyengült, az ő erejét pedig folyamatosan erősítette, és ez a központosítás egyáltalán nem volt meglepő az akkori Európában. Ezen kívül létrehozott egy egyházi visszaéléseket kutató bizottságot, melyben négy bíboros tevékenykedett, akik listát készítettek a klerikusokról, ugye a klérus az maga a papság a katolikus egyházon belül, ezekről az ebben résztvevő bíborosokról, kardinálisokról és az összes tagról. Ezen a listán felsorolták a pozitív, negatív tulajdonságaikat, és ezek alapján hozták meg a döntést, hogy ki milyen pozícióba kerülhetett. Gergely az ellenreformáció igazi mintapéldája volt, aki mindent megtett azért, hogy a katolikus hitet megvédje és elterjessze. Azonban ezt egy eltérő úton próbálta megvalósítani, hiszen rájött a vallási nézet és az oktatás összefonódására, ezért hihetetlen vehemenciával fogott neki az iskola alapításoknak, hogy ezzel Európa ifjúságát újra a katolicizmus útjára terelje. Magyarul agymosásról van szó, ugyanúgy, ahogy az oktatás ma is működik, ezt nagyon régen kitalálták, sőt, az egész oktatási rendszer ezért lett felállítva, hogy az emberek azt gondolják, amit azok, akik uralják ezt a rendszert, szeretnének, hogy ők gondoljanak. Úgyhogy mindaz, amit az emberek ma teológiaként tanulnak, az gyakorlatilag visszavezethető az anyaegyházhoz, ami nem más, mint a katolikus egyház, ezért jár az egész világ tévúton. Sőt, ha már itt tartunk, akkor azt is olvashatjuk, hogy Gergely nem igazán sajnálta a pénz tervei megvalósítására, melyek legnagyobb nyertesei a jezsuiták voltak. Legtöbb szemináriumban és pápai kollégiumban ez a szerzetesen tanított és nevelt. Aki nem látta még a Fenevad című videósorozatot, akkor az mindenképpen nézze meg, abban szó van a katolikus egyházról, illetve annak hatalmáról, az oktatási rendszerről, és hogy működik ez. Még annyit érdekességként megjegyeznék, hogy a második kollégium, melyet megalakított, az Magyarországon volt, ez pedig a Collegium Hungaricum nevet viseli, amely a törökök alatt szenvedő Magyarország katolikus hitének fenntartásáért jött létre. Az iskola alapító egyházfő, 13. Gergely nem csak Róma területén ért el kiemelkedő eredményeket, hanem Európa, sőt Ázsia egész területén is igyekezett a jezsuiták irányításával oktató központokat alapítani. Mellesleg a jelenlegi pápa, Ferenc pápa, ugye a jezsuita rendből származik. Akik ismerik, hogy hogyan működik a katolikus jezsuita oktatási rendszer, azok megdöbbenéssel tapasztalhatják, hogy ez az egész világot behálózta, és ez a fajta programozás kiterjedt minden területére az életünknek. Sőt, azok a vezetők, akiket látunk megjelenni a tévében, azok nagy része, amikor arról beszélnek, hogy ők keresztények, tulajdonképpen visszautalnak az ő katolikus jezsuita előéletükre és oktatásukra. Szemináriumok jöttek létre Grácsban, Bécsben, Olmütz, Prága, Fulda, Augsburg, Dillingen, Braunsberg, Milánó, Loreto, svájci Freiburgban, Kolozsváron szintén, és három iskola Japánban. Ez mind-mind
13. Gergely ideje alatt. Ezekben az iskolákban leginkább papokat képeztek ki, akik a protestantizmus és a pogányság elleni küzdelemre készítettek fel. Ők maguk voltak a pogányok, minden mai napig ők azok tulajdonképpen. Ezen kívül terjesztették a katolikus vallást Kínában, Indiában és Japánban is. 1573-ban létrehozott egy bíborosi kongregációt, egy csoportot, melynek az volt a feladata, hogy figyelje a Németországban jelenlevő protestánsok és katolikusok arányát és azok hatalmi súlyát. Később rádöbbent arra, hogy az ilyen szerzetes rendek segítségével kiváló oktatói és prédikálói szervezeteket tarthat fenn egész Európában. Ugyanis ez a fajta visszavonult életmód sokkal inkább alkalmas a katolikus egyház népszerűsítésére, mint az erőszak. Azonban 13. Gergely pápaságának vagy pontifikátusának legnagyobb nyertesei mindenképpen a jezsuiták voltak, akik ebben a korban terjedtek el egész Európában, és rendjük gazdagságát, valamint hatalmát is Gergely alapította meg. Nem ismert lehetetlent és gyakran tűzzel játszva próbált meg egy-két uralkodót a katolikus hitre csábítani, ebben a diplomáciai küzdelemben leghatásosabb fegyvere a jezsuita rend képzett és felettébb jó képességekkel rendelkező tagjai voltak. Láthatjuk azt, hogy először ugye Svédországot állította át, illetve térítette meg a katolikus hitre különböző jezsuita fondorlatokkal, ezután katolikus hitre térítette a norvég uralkodót, majd a figyelme Lengyelország, illetve Oroszország felé irányult, Oroszországban azonban csődöt mondott. Ezek után Angliával vívta a legnagyobb csatáit, ahová szerette volna a katolikus vallást bejuttatni. A legborzasztóbb dolog azonban Franciaországban történt, amikor 1572. augusztus 24-én éjjel Párizs tanúja lehetett a véres Szent Bertalan éj mészállásnak, melyben az ország hugenotta nemesei halálukat lelték. A 9. Károly asszisztálásával lezajlott mészállást a pápai udvarban kitörő örömmel fogadták. Gergely Te Deumot celebrált az örömteli hírek hallatán, sőt három freskó is megörökíti az események dicsőséges voltát a pápai palotában. A protestáns hugenották bukására az egyházfő még emlékérmet is kibocsátott, melynek egyik oldalán az ő arcképe volt, míg a másikon egy kivont kardú angyal látható. Ezek után 1578-ban a jezsuita csillagász Christopher Clavius volt az, aki kidolgozta a Gergely naptárt, ugyanis az akkor érvényben levő Julianus naptár évének hossza nem egyezett meg a csillagászati évvel, így minden évben bizonyos mennyiségű eltolódás volt tapasztalható, és 128 évente ez egy napot tett ki, azonban Gergely uralkodásának idejére már 10 nap volt az eltolódás a két egység között, úgy, mint a Julianus naptár éve és a csillagászati év. Clavius, illetve Johannes Kepler közösen dolgozott ki egy új naptárat, és 1582. február 24-én hirdették ezt ki. Úgy határoztak, hogy 1582. október 4-én állítják vissza ezt a 10 nap különbséget, és így aznap egész egyszerűen október 15-e lesz. Úgyhogy 10 nap csak úgy eltűnt a valóságból. Ekkor vezették be azt, hogy minden negyedik év 366 napos lesz, és ez egy szökőév lesz, valamint azt, hogy február hónap ezekben az években 29 napossá válik. De a százasra végződő évek közül csak a 400-al oszthatók lehetnek szökőévek, valamint még azt érdemes megjegyezni, hogy ezekkel az alakításokkal a Gergely naptár egy éve 365.24-25 napos lett, így a csillagászati évvel véletlenszerűen 3333 évente tesz ki egy napnyi különbséget. Ugye a problémát az okozta, ami teljesen logikus, a köznép ugye nem értett semmit ebből az egészből, csak annyit, hogy 10 nap egyszerűen elvész az életükből. 1582. októberében nem csak a pápai államban tűnt el 10 nap,
hanem Spanyol, Lengyelországban, szintén Olaszországban, Portugáliában is. Később, egy-két éven belül pedig a katolikus német, svájci, németalföldi fejedelemségekben, Franciaországban is, 1588-ban Magyarország is átvette a Gregorián naptárt. Különböző harcok ellenére a 20. században azonban már a Gergely naptár volt szinte, illetve van érvényben az egész világon. A pogányság terjesztése, ami ugye elsősorban a katolikus egyház feladata, azonban nem volt egyszerű és áldozatokat követelt. Ennek az lett az eredménye, hogy a sikerekhez üres kincstár járult. És hogy hű legyen saját magához és a katolikus egyházhoz, valamint a filozófiájukhoz, rájött arra, hogy az egyházi kasszát elkobzott nemesi birtokokkal és vagyonnal gyarapíthatják, és nem riadt vissza a népszerűtlen intézkedésektől, így a pápai kamara elkezdett vádakat emelni, egyre több nemestől kobozták el vagyonát. Ezen perek, illetve elkobzások alapja az volt, hogy a tulajdonos nem fizetett hűbéri adót valamikor, valamint, hogy a tulajdonosi alapot vitatni lehetett. Ez azonban vagyonelkobzásokhoz, ugye, ahogy hallottuk, és véres csatározásokhoz vezetett a nemesek között. Ezek után a kikötőket is tönkretették, mégpedig úgy, hogy felemelték a kikötői díj mértékét, ez Velencében és Anconában történt meg. Ezzel a kereskedelem két fő elemét rágította meg az egyházfő. Ennek eredményeképpen banditák portyáztak a déli tartományokban, és a nemesség, illetve a parassággal harcoltak ezek a rablócsapatok élén, ifjú nemesek álltak, olyan nagy családok sarjai, mint a Piccolomini és a Malatesta családok. Pápai hivatalnokok Rómából kimozdulva sehol nem voltak biztonságban, és ezek a kaotikus állapotok voltak azok, amik Gergely pápa 1585-ben bekövetkezett halálát körülvették. Ha esetleg valaki utána szeretne nézni az adatok hitelességének, akkor a Britannica.com, ugye a Encyclopedia Britannica ugyanerről számol be, szinte szó szerint, talán ennyire nem részletes, de ugyanezeket az adatokat megtalálhatjátok itt is. A linket hozzáadom a leírás részhez, de gyakorlatilag megegyezik azzal, amit a Wikipedia állít. Aki tovább szeretne kutatni, annak az encyclopedia.com szintén tartalmaz egy bejegyzést 13. Gergely pápáról, ami nem olyan részletes, mint a Wikipedia, azonban hasonló információkkal szolgál. Ezt is érdemes átnézni, ha valaki ellenőrizni szeretné annak a hitelességét. A catholic.org Encyclopedia bejegyzésénél 13. Gergelyről szinte szó szerint megegyezik a bejegyzés azzal, amit olvashattunk a Wikipédián. Ha esetleg valaki utána akar nézni, akkor ez is egy nagyszerű forrás, de mondom, ez szinte szó szerint ugyanaz, amit ott olvashattunk az előbb. A saintmike.org szintén ír 13. Gergely pápáról. Itt valamivel több információ található meg a katolikus dogmákkal kapcsolatban, illetve a rítusokkal kapcsolatban, de nagyjából ugyanazt találhatjuk meg, amit az előbb részletesen megtárgyaltunk. Igazából a spanyol hatalom befolyásáról beszél, hogy mennyire nagy volt a spanyol uralkodóház befolyása a korabeli Európában, és ezen kívül még természetesen a Gergely naptárról is találhatunk információt itt. newadvent.org szintén szó szerint megismétli a korábbi információkat, ezt is, hogyha valaki akarja, akkor összevetheti azzal a pontosság érdekében, de nagyjából ugyanarról számol be. Még egy érdekességet megmutatnék, ez a telegraph.co.uk weboldal, ami ugye a The Telegraph Online platformja, és itt a hírek rovatban arról számolnak be, hogy ezen a napon 1582-ben 13. Gergely pápa bejelenti az új Gregorián naptárt. Ez Christopher Clavius a képen, akiről olvashattunk,
aki Keplerrel együtt ugye összehozta ezt a naptárt, és ez 2017. február 24-i cikk. Az érdekes lehet ezen a képen, hogy szinte az összes szabadkőműves szimbólum és jelkép megtalálható rajta, mint mindig. Ezek az emberek így adják egymás, illetve a világ tudtára azt, hogy ők azok, akik formálják és alakítják az életünket és a gondolkodás módunkat. Még annyit megtudhatunk ebből az újságcikkből, hogy a pogány ünnep húsvét meghatározása, illetve ennek az időpontjának a meghatározása az a nicai zsinaton történt 325-ben, amikor is úgy határoztak, hogy húsvét az a tavaszi napforduló utáni, telihold utáni vasárnap lesz. A probléma az volt, hogy március 20-21-e körül volt ez a tavaszi napforduló, ami ugye az equinox, ami nem ugyanaz, mint az equilux, ami az azonos hosszúságú éjszaka és nappal, ők az equinoxot, vagyis azt az időpontot használják, amikor a nap áthalad a képzeletbeli egyenlítőn. Végül is ez mindegy is most, ez akkor március 20-21-én volt, azonban 1500 körülre, ez ugye, amint olvashattuk már, 10 nappal eltolódott. Szóval a probléma mindig is ugyanaz volt a naptárokkal, mint ami most is a Gregorián naptára, hogy ha szeretnénk az ünnepeket megtartani, vagy a sabátot, akkor az el fog csúszni évről évre, ugyanis a naptár hossza nem azonos azzal az évvel, ami a csillagászati év, ami a napnak kell, hogy visszaérjen a kezdeti pozíciójába, ahogyan azt Énok meghatározta. Szóval, ha a Gregorián naptárt szeretnénk használni az ünnepekhez, akkor az nem fog működni, ugyanúgy, ahogy nem fog működni a hold sem természetesen, hiszen az még inkább eltolja ezeket az időpontokat. És ez azt eredményezi, hogy nem lesz meg az a 7 napos ciklus, ami a sabáthoz szükséges, hanem ez évről évre, sőt a holdnaptár esetében hónapról hónapra el fog csúszni. Röviden ennyit 13. Gergely pápáról, aki annak ellenére, hogy igazából senki, legalábbis nagyon kevesen gondolkodnak róla, mégis talán az egyik legbefolyásosabb szereplővé vált az életünkben, ugyanis a naptár, amit használunk, az mindenképpen az ő tevékenységéhez fűződik. Kevesen gondolkoznak ezen, illetve nagyon kevés embernek fordul meg a fejében, hogy ennek bármi jelentősége is lenne azon kívül, hogy össze tudjuk hangolni a mindennapi életünket. Azonban, ha megnézitek az előző részét ennek a sorozatnak, akkor ki fog derülni, hogy a naptár az egy kulcsfontosságú dolog a teremtőhöz való viszonyunkban, és nem véletlen, hogy az ellenség megmozgatott óriási erőket annak érdekében, hogy ezt ennyiszer megváltoztassa, és elhitesse velünk azt, hogy ennek nincs jelentősége. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!